Soros Györgyhöz szorosan kötődő intézményekben dolgozott Hajnal Miklós, a Momentum mozgalom egyik vezetője, erről írt szintén az Origo. A lap szerint például segédkutató volt a Soros Györgyhöz szorosan kapcsolódó Közép-Európai Egyetemen. Az Origo cikke szerint Hajnal Miklós korábban egy internetes honlapot indított volna, amelyhez 12 millió forint támogatást kapott, a pénz azonban eltűnt. A Momentumos politikus szerint valójában kevesebb pénzt kapott. Mindössze ennek a valutaváltónak az oldalát találják azok, akik az interneten a Lightup nevű online oktató felületet keresik. A honlapot Hajnal Miklós, a Momentum mozgalom egyik vezetőségi tagja hozta létre egy társával közösen. Az oldalról az Origo írta meg, hogy a létrehozására Hajnal Miklósék 40 ezer dollárt, azaz mintegy 12 millió forintot kaptak egy hazai vállalkozásokat segítő cégtől. A támogatás ellenére azonban a Lightup oldala azóta eltűnt. Hajnal Miklósról az Origo azt is megírta, hogy jelenleg Oxfordban tanul, az egyetem honlapja szerint viszont ez akár évi 7,5-10 millió forintba is kerülhet. A Momentum mozgalom politikusa a cikk szerint mindenről annyit nyilatkozott, hogy diákhitelt vett fel a tanulmányaira. Az Origo cikke szerint viszont Hajnal Miklós több Soros Györgyhöz szorosan kapcsolódó szervezetnél is dolgozott. A Közép-Európai Egyetemen például segédkutatóként, egy szintén a milliárdoshoz köthető berlini kutatóintézetnél pedig gyakornokként tevékenykedett. A Momentumos fiatal ezeken kívül a Google brüsszeli irodájánál is megfordult, ahol a cikk szerint még a gyakornoki munkáért is mintegy 1,8 millió forintnak megfelelő dollárt lehet hazavinni havonta. Kerestük Hajnal Miklóst, hogy megkérdezzük, hogyan és mire használta fel a Lightup honlapjának elindítására kapott támogatásokat, és azt, hogy mi történt az oldallal. Azt is szerettük volna megtudni, hogy ha az oldal megszűnt, vagy el sem indult, akkor vissza kellett-e fizetnie a pénzt. Kérdéseinkre a Momentum mozgalom a hvg.hu cikkét küldte válaszul. Ebben hosszasan leírják a vállalkozás történetét, az írásban pedig Hajnal Miklós elmondja, hogy az oldal készítéséhez szerinte csak 9,3 millió forintot kaptak, amit idézzük, elsősorban a weboldal fejlesztésére és marketingre költöttek. A Momentumos fiatal szerint az oldal azért nem érhető el, mert a kezdővállalkozás megbukott. Hajnal Miklós tanulmányairól és gyakornoki munkáiról annyit mondott, valóban dolgozott az említett szervezeteknél, a Google-nél azonban saját bevallása szerint fizetése bőven a belga átlagkereset alatt volt. A belga átlagkereset egyébként a hivatalos 2016-os adatok szerint 3400 euró, vagyis nagyjából 1 millió 100 ezer forint. Fiatal egyetemisták, ugye? Ki van, akinek munkahelye van önök között? A Momentum mozgalom országjárása során a hallgatóság soraiból is többen tették fel azt a kérdést a párt tagjainak, hogy miből élnek. Nem maga miatt jöttem ide! Hát én meg azért jöttem, hogy ezekre a győriek részéről választ kapjam. A párt országjárását eddig sorozatos botrányok követték. A tiltakozók azt a kérdést is többször feltették a Momentum mozgalom tagjainak, hogy mihez értenek, és hogy van-e kellő szakmai tudásuk egy ország vezetéséhez. A Momentum mozgalom elnökével a Mandiner készített interjút. Fekete Győr Andrásnak több olyan kérdést is feltettek, amelyekből kiderülhet, hogy mennyire ismeri a valós életet. Megkérték például, hogy soroljon fel néhány napilapot. Dél-Magyar például, akkor Miskolc közelében valami Észak, nem tudom pontosan a nevét, Észak-Magyarország. Sok napilap MediaWorks tulajdonba tartozik, rajtuk keresztül nehezen tudnánk kommunikálni. A Szeged Ma például. Érkezett a válasz, mire az interjú készítője felvilágosította Fekete Győr Andrást, hogy a Szeged Ma nem egy napilap, hanem egy hírportál. Majd később azt is megkérdezte tőle, tudja-e, mennyibe kerül egy liter tej. Fekete Győr András azt válaszolta, idézzük, szoktam vásárolni, csak tejet nem nagyon iszom. A barátnőm mondjuk iszik, ezért vennem kell. Hát nem tudom rávágni, szóval ez már mindent elmond, gondolom. 120 forint körül, 120, 180 vagy valami ilyesmi.